Szeretettel köszöntelek benneteket, Szilágyi Edit vagyok. A Sulijáróban mától én kalauzollak titeket, remélem tetszeni fog. Idei utolsó adásunkban kicsikre és nagyokra is gondoltunk egyaránt. Az óvodában például arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan készülődnek az ünnepre a legkisebbek. A Zrínyi Ilona gimnáziumban pedig kiderült, hogy melyik a legnépszerűbb tanterem mostanában. A Nyíregyházi Főiskola rektora pedig azt mondta el nekünk, hogy mire számíthatnak azok, akik 2011-ben ott kezdik meg tanulmányaikat. Nézzük is hát tartalomismertetőnket. A pedagógia szerves része, adventre készülődtek az újfehértói óvodások. Korszerű és ízléses, új rajzteremben tanulnak a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium diákjai. A diákok éve, 35 alapszak, 16 mesterszak indul 2011-ben a Nyíregyházi Főiskolán. Az óvodai pedagógia során kiemelt szerepet kap az ünnepre való készülődés. Ekkor nem csak nemzeti és vallási értékeinket vihetik tovább a kicsinyek, de erősödhet a gyermek, család és pedagógus kapcsolat is. Az újfehértói Lengyel Laura óvoda Napsugár tagintézményben a gyerekek adventkor nem csak rajzolnak, festenek és természetesen verseket, mondókákat tanulnak, hanem még sütögetnek is. Nagy a munka az újfehértói Lengyel Laura óvoda Napsugár tagintézményében. A gyerekek adventre készülődnek. A megszokott napi tevékenységek az ünnep idején érdekes foglalkozásokkal egészülnek ki. Itt például adventi koszorút készítenek az 5 és 6 évesek. A feladatok nem csak szórakoztatóak, hanem készség és koncentráció fejlesztőek is. És melyik szülő ne örülne, ha az ünnepen ilyen csodával lepi meg gyermeke? Az adventi készülődést hosszas pedagógus munka előzte meg, hiszen minden évben újat és érdekeset kell megosztani a kicsinyekkel. A megfelelő versek, dalok és mondókák kiválasztása mellett természetesen az ünnepi hangulatról is gondoskodni kell. Már hetekkel hamarabb elkészülnek a pedagógusok gondos kezeit dicsérő dekorációk, amelyeket a gyerekekkel közösen helyeznek el a csoportszobákban. Az adventi készülődés ilyenkor november végén kezdjük az óvodánkban, mind az 5 csoportban. Először is a csoportszobák díszítésével, az öltöző, készülnek a kis Mikulásnak az ajándékok, mert az első a Mikulás, aki az óvodánkba érkezik, és a kis csoportosok már elkezdték festeni a csizmát, a nagyok ugye minél idősebb életkorról beszélünk, ők már más technikával dolgoznak, és megkezdődik ugye a Mikulás, eljön az óvodánkból, versekkel, dalokkal készültünk. Mikor túl vagyunk a Mikulás ünnepségen, óvodánkban ugye hagyomány, hogy készülődünk a karácsonyra, az advent időszakában, és itt is a csoportokban mindenki az óvónőnek a kreativitása, hogy milyen ajándékokat készítünk, díszítünk, és mikor elérkezett az óvodában a karácsonyi ünnepség, mi így hívjuk, vagy fenyőünnep, ki hogy nevezi, akkor pedig a szülőkkel egy nyílt karácsony szoktunk szervezni, ez már a hagyomány minden csoportban, hogy a családokkal együtt készítünk ajándékokat. Ilyenkor nagyon fontos a családnak a közelsége, az óvónők, dajkanénik megismerkednek egymással, ez főleg kis csoportban, mivel első körben van ilyen találkozásunk, és nagyon nagy boldogság számunkra, hogy a szülők nyitottak erre, nagyon sokan részt vesznek, és a végén egy közös játék szokott lenni. A gyerekek, amivel készültek kis versekkel, dalokkal, azokat bemutatják a szülők nagy örömére, boldogságára, és ez már nekünk régóta hagyománnyá vált, és nagyon jó dolognak tartjuk, hogy ez a családi kapcsolat az óvodával jól működik. Az óvónénik még szoktak készülni egy betlehemes játékkal, ez is már hagyomány az óvodánkban. Felkészülünk és eljátsszuk a gyerekeknek. Nagyon sok gyerek itt ismerkedik meg ugye a betlehemes játékkal, meg eleve a Jézusnak a születésével, amit eljátszunk, és ez is az óvodánkban már hagyománnyá vált. Ezután kezdődik a lelki-szellemi készülődés az ünnepre, elsőként a Mikulásra. Sokan már egy-két nap után kívülről fújják a szebbnél szebb verseket. Miki, Miki, Mikulás, hova bújsz, hova állsz, mennyi aranyat találsz a csomagban? Azt hiszed, nem láttalak a jegenye fák alatt? Lopóztál egy nagy halom, dióval a válladom.
Felhőből van a szakállad, szél tömi meg a pipádat. Rókaprémből van a bundád, szeretettel gondolunk rád. Minden este feldíszíti, csillagfény a homlokon. Olyan ember vagy te, mint mi, csak pirosak és nagyok. Ha a nagy készülődésben elfáradtak, kicsit megpihennek a gyerekek, hol máshol, mint a játszószőnyegen. Aztán pedig újraindul a munka, vannak, akik a finomságokról gondoskodnak és süteményt sütnek. Mások rajzolnak, színeznek, vagy mint a legkisebbek, tornáznak és táncolnak. A napsugár óvoda legkisebbjei, a 3 évesek, kissé még gyakorlatlanok, de annál buzgóbban dolgoznak, ugrálnak, mint a verebek, és ha kell, még fogócskáznak is. Az óvodai nevelés során a pedagógusok igyekeznek a gyerekeket egészséges, kiegyensúlyozott felnőttekké nevelni, és megfelelő alapot építeni az iskolai neveléshez. Emellett fontos, hogy bizalmon nyugvó, kiegyensúlyozott család-gyermek-óvoda kapcsolat alakuljon ki. A nemzeti vallási és történelmi hagyományok előtérbe helyezése pedig még egy plusz, amellyel a gyerekek egy stabilabb hátteret kaphatnak későbbi fejlődésükhöz is. A Napsugár óvoda jelenleg 134 gyerekkel működik 5 csoportban, ez is mutatja, hogy nagyon zsúfoltak vagyunk, és a kompetencia alapú programcsomagba pályáztunk a TAMOP 1.3.4-ben, 2 csoport volt az implementáló csoport, de a többi 3 csoport is bekapcsolódott úgy, ahogyan az óvónők azt jónak látták. Mi a legfontosabb célkitűzése az óvodai nevelésnek itt ebben az intézményben? A profilunk az a természettudatos nevelés, a környezetvédelem, szeretet, és hát ez nagyon tág fogalom, mert a környezetben a legszűkebb környezet a család, és mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, a legfontosabb partnerünk, a gyermek, és ezen keresztül a család. Milyen programokkal igyekeztek mégis a környezettudatos életszemléletet a gyerekekbe plantálni már ilyen kicsikorban? Nagyon sok programot szervezünk úgy a gyerekeknek, hogy közvetlen környezetében figyelhessen meg, illetve tapasztalja meg, és a tapasztalatokból majd később tudássá alakítsa azokat az ismereteket, amelyeket megszerez. Tehát az erdei óvoda programban veszünk részt, így jelen lehettünk harangodon, napkoron, lovagoltunk, kemencében sütöttünk, lovaskocsikáztunk, és hát természetesen nem csak ide, hanem az almás kertbe elmegyünk a gyerekekkel, a császári tóhoz, és ott a környezetében figyelhetjük meg a növényeket, az állatokat, és ez nagyon fontos számunkra, mert nem csak kísérletezünk bent az óvodába, hanem közvetlenül megfoghatjuk, megtapasztalhatjuk, érezhetjük ezeket a dolgokat. Nagyon fontos egy óvoda kiválasztásakor és a gyermek fejlődése szempontjából is az, hogy milyen emberekkel dolgozhatnak együtt a gyerekek. Itt mi mondható el a pedagógus gárdáról? Hát én nagyon büszke vagyok a kolléganőimre, mert valamennyien úgy gondoltuk, hogy nem elég az alapdiploma megszerzése, hanem kiterjesztettük a tanulmányainkat úgymond azokra a részterületekre, amelyeket fontosnak tapasztaltunk meg. Így a kommunikáció, így a differenciált nevelés gyógypedagógia területén, hisz napjainkban ezt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok gyereknek van szüksége a megsegítésre, és ezért úgy gondoltuk, hogy értük, meg kell, hogy tegyük ezt, hogy ezeket a tanulmányokat tovább folytatjuk. Milyen a kapcsolat a pedagógusok és a szülők között? Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, a szülői házzal, minden megmozdulásunkat, minden ötletünket támogatják, és mi is vevők vagyunk arra, amit ők hoznak ötletként. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat, az óvoda és a családi ház, hisz ha szétnéznek az óvodában, akkor láthatják, hogy itt mindent a szülők segítségével, pályázatok útján szereztünk meg, bent a csoportszobákban és az udvaron egyaránt. Ha már az udvarról beszélünk, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy Újfehértó egyik legjobban felszerelt intézményéről beszélhetünk itt a Napsugár óvodában. Mire van lehetőség, mire nyílik lehetőség a beruházásoknak köszönhetően az udvaron a gyerekeknek? Ezek a beruházások mind arra inspirálják a gyerekeket, hogy a mozgás, a nagy mozgások és a finom mozgások is itt egy kicsit hangsúlyosabban érvényesülhessenek. Nagy bánatunk, hogy még nem tudjuk megoldani azokat a dolgokat, amik a mászókkal, a csúszdák alá feltétlenül szükséges lenne a rugalmas érkezéshez,
de reméljük, hogy az elkövetkezendő időkben erre is lehetőségünk nyílik majd a szülők segítségével, illetve pályázat útján. És a közlekedés biztonságra is nagy figyelmet fordít az intézmény, milyen programmal és milyen pályával? 15 évvel ezelőtt építettük meg az óvodánk udvarán a kresztpályát, és azóta a megyei rendőrkapitányság közlekedés biztonsági osztályával nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Minden évben megrendezésre kerül a közlekedés biztonsági nap, amelyen nem csak a mi óvodánk, hanem az újfejetői óvodások, illetve a kisiskolások is részt vesznek. Ügyes vetélkedéssel tanúságot tesznek arról, hogy mit sajátítottak el a biztonságos közlekedéssel kapcsolatosan. Újfehértón a Lengyel Laura óvoda 4 tagintézményét 420 3 és 7 év közötti gyermek látogatja. Fejlődésükről 33 óvodapedagógus és 16 dajka gondoskodik. Most tervezik a központi óvoda külső rekonstrukcióját, amelyet pályázati pénzből valósítanak meg. Kiderült, hogy melyik az Zrínyi Ilona gimnázium legnépszerűbb tanterme mostanában. Ez az idén szeptemberben átadott rajzterem, ahol nem csak a kötelező órákat tölthetik a diákok, hanem a heti két szakkört is. A Zrínyi Ilona gimnáziumot 1917-ben alapították, mint a város első leány gimnáziumát. A diákok 75 fős tantestülettel dolgoznak, a gimnáziumban 54, a kollégiumban 16 pedagógussal. A tanuló létszám mintegy 760 fő, a 2009-2010-es tanévben az érettségi vizsgák átlaga 4,37 század. A 2010-es évet sikeresnek tartja a Zrínyi Ilona gimnázium igazgatója, Huszárné Kádár Ibolya. Ez a tanév is úgy indult, mint ahogy a többi rengeteg munkával és feladattal. Az iskolának van egy ilyen sajátos hullámzása, tehát még alig kezdjük el, és már is készítjük elő a következő évet. Én azonban úgy gondolom, hogy a szokásos ügymeneten kívül nagyon fontos, hogy ebben az évben több nagy pályázatnak a nyertesei, részesei vagyunk. Tehát folyik az iskolában jelenleg is egy ilyen tehetségsegítő hálózat kialakítása, illetve hál' Istennek pedagógusaink állami támogatás nagyon komoly továbbképzéseken is vehetnek részt, és ez mind rengeteg plusz feladatot jelent. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében zajlik mind a két projektünk, és a tantestület számarányának megfelelően 4 pedagógus mehetett továbbképzésre, és ennek megfelelően választották ki úgy a szakirányokat, hogy az a személyes előmenetelt és nyilván az iskola érdekeit is szolgálja. Így kerül sor szakvizsgára, új szakszerzésére, és pontosan a tehetségsegítő hálózat miatt egy tehetségsegítő fejlesztő szakember képzésére is sor kerül. De nagyon büszkén mondhatom, hogy ezen kívül 26-an vehettek részt augusztus végén egy tanulásmódszertani tréningen, amit minden órán hasznosítanak, itt és a kollégiumban is. Tehetségsegítés, tehetségek felfedezése és támogatása hogyan zajlik a gyakorlatban? Most már hál' Istennek szervezett keretek között, hiszen a Magyar Géniusz Integrál Tehetségsegítő Program kiépítette egy tehetségsegítő hálózatot. Éppen 2 hete került sor az akkreditációnkra, tehát korábban csak regisztrált tehetségpont voltunk, most már ez az akkreditáció szakaszába ért. Ez azt jelenti, hogy nekünk egy korrekt tehetségdiagnosztikát kell végeznünk, tehetségsegítést vagy gondozást, és nem egy esetben került sor tehetségtanácsadásra is. Na most ezek olyan fenkölt szavaknak tűnnek, de én úgy gondolom, hogy ezt eddig is csinálta Zrínyi, meg csinálja az iskolák többsége is. Ami többlet, az nyilván, hogy egy szervezett keretet kapott mindez, és reméljük, hogy plusz forrásokat is jelent, mint ahogy ebben az évben is. Nagyon-nagyon rég indíthattunk például ennyi szakkört. Tehát informatikától, biológián át, művészeti szakkörökig egy sor olyan forrás lehetőség nyílt meg, ahol a gyerekek a tanórán kívüli foglalkozásokon használhatják ki ezeket a lehetőségeket. Vagy eljutnak a gyermekek az egyetemekre, tehetségtanácsadás keretében, helyben arról is tájékozódhatnak, hogy milyen képzés folyik, valóban ezt akarják. És ami úgy gondolom, hogy ennek az évnek a nagy dobása volt, hogy a pályázat keretén belül eljuthat Finnországba is, és ennek az útnak az volt a címe, hogy a tehetségsegítő modellek tanulmányozása Finnországban. Sokat tanultunk. Ha már Finnország, akkor beszéljünk az intézmény külkapcsolatairól is, ugyanis nem ez az egyetlen irány.
Így igaz, bár most nem Kajániban voltunk a testvériskolánkban, hiszen a projekt csak a Helsinki környéki látogatásokat engedélyezte, de működik továbbra is két német testvériskolával a kapcsolatunk, illetve a francia és a spanyol nyelv oktatása miatt nyelviskolákkal van úgy kapcsolatunk, hogy a gyermekek vagy a tavaszi szünetben, vagy a nyári szünetben vehetnek részt szervezett programokon. Mindig igyekszik megújulni az intézmény. Idén ebben a tanévben milyen újdonságokkal várta a diákokat? Mindenek előtt, amit mondtam, ez a szakköri kínálat talán, versenyek, mondanám, hogy több kreatív versenyt is meghirdettünk mind az iskolában, mind pedig az iskolán kívül, és nagyon-nagyon jó tapasztalat az, hogy a gyerekeket csak meg kell szólítani. Például ez a Színház az egész világ versenyünk, aminek a jövő héten hétfőn lesz majd az egyik fordulója, hihetetlen alkotásokat produkáltak a gyerekek, jelmezterveket, színpadi terveket kellett készíteni ők, tehát van bennük igény arra, hogy lekössük őket, és hasznos módon tudjanak dolgozni. És a másik megújulási lehetőségünk ezen a nagy sorozaton kívül egy új tanteremmel gazdagodtunk. A Kazánházból alakítottunk ki egy művészeti műhelyt. Itt van egy rajzterem, és egy kis, hát nem nevezzük szobrászműveinek, de kerámia műhelyt tudunk üzemeltetni. Milyen forrásból valósította ezt meg az iskola? Alapvetően saját forrásokból, tehát az iskola bevételeiből, illetve kaptunk hozzá szülői támogatást is. A berendezési tárgyak még mutatják azt, hogy valójában amit össze tudtunk szedni, tehát a padok, szekrények nem az igényeinknek megfelelőek, de ami lényeg, hogy működik egy tűzzománc kemence és egy égető kemence is a pincében. Az intézményben új szaktanterem átadásával indult az idei tanév. Az új rajzterem ad helyet a tanóráknak és a heti két szakkörnek, ahol az elhivatottabb diákok is bizonyíthatják ügyességüket. Mi történik itt a rajzteremben, mi mindent tanulhatnak meg egy foglalkozás folyamán a diákok? Délutáni foglalkozások is vannak, erre külön ki szeretnék majd térni, de általában itt délelőttönként rajzóra és művészettörténet óra folyik. Mind a két tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy gyakorlati tevékenység is folyjon, és azt szeretem, hogy az óráimon a gyerekek cselekednek, mint ahogy most is láthatóak a gyerekek, majd megnézzük szerintem a műhelyben. Most per pillanat már a karácsonyra készülünk, és karácsonyi képeslapokat küld az iskola a partnereinek, vagy a nyugdíjas tanároknak, és a gyerekek segítkeznek ebben. De nagyon kötött tanmenetünk van, és az alapoktól indulunk. Fontosnak tartom, hogy legelőször is a gyerekeknek a fantáziáját nyissuk meg, és a gátlásaikat szabadítsuk fel. Ott látható néhány mű a falon, amik elég gyermeki fantáziáról tanúskodnak, de ez mindig nagyon kedvre derít engem, mert látom, hogy van miből gyarapodni. És teljesen eljutunk a magas művészetekig, hátul a műtermi beállításon látszik, hogy a művészet iránt komolyabban érdeklődő gyerekek már tanulmányokat készítenek. Vannak, akik építészmérnöknek felvételiznek, divattervezőnek, formatervezőnek, és nekik nagyon sok lehetőséget biztosítunk a délutáni foglalkozások alatt. Vannak olyan érdeklődő gyerekek, akik a rajzórán és a művészettörténet órán sem elégülnek ki a művészet terén, és számukra van két lehetőség, egy tűzzománc és kerámia szakkör, és egy kézműves gyakorlatok szakkör. Milyen eszközökkel dolgozhatnak itt a diákok? Nagyon gazdag a felszerelésünk. Egyrészt fogyó eszközeink, a gipsz, az agyag, a mázak, fajansz, engob, mert most szeptembertől egy kicsit a kerámia irányába elkalandoztunk, de minden technikát kipróbálhatnak a gyerekek, és nagyon fontosnak is tartom, hogy rajzórán is legyen agyagos a kezük, legyen temperás, a nadrágszáruk esetleg, és értsék meg azt, hogy ez nem koszt, hanem ez a játékszerünk, és szerintem ez sikerül is. Például itt a plafonon láthatók ezek a batikolterítők, na ilyenkor mindenkinek könnyékig festékes a keze. Az iskola sok tehetséget rejt, többségük azonban nem tervezi, hogy hivatásszerűen foglalkozik majd a képzőművészettel, de hobbiként akár egész életében elkísérheti majd. Hogyan szerettél bele a gyöngyfűzésbe, és mi az, ami ilyen szorosan köt ehhez a hobbihoz vagy hivatáshoz?
Még gyermekkoromban a szüleimmel rengeteg fesztivált látogattunk, és az egyik ilyen fesztiválon, a Kenderes Napi Fesztiválon beültem egy gyermekfoglalkoztató játszóházba, és ott készítettem el az első, azt hiszem, krokodilomat, és akkor tetszett meg a gyöngyfűzés, és folyamatosan internetről és mindenféle könyvből valósítottam meg minták, aztán később már magam találtam ki ezeket. Így hobbiként indult, aztán később valami több lett. Mennyi időt töltesz most a tanulás mellett, a suli mellett, ezzel a munkával, vagy inkább szórakozással? Iskolai időben nem igazán sokat foglalkozom vele, de nyáron olyan 12 órát egy nap. Későbbiekben hogyan tovább, mit szeretnél kezdeni ezzel az adottságoddal, és merre szeretnél haladni? Szeretnék népi iparművész gyöngyfűző lenni, bár elég hosszú az út odáig, hiszen nagyon sok munkát kell elkészíteni, nagyon sok zsűrizett alkotással kell rendelkezni, hogy valaki iparművészé válhasson. De emellett tervezel mást is, tehát nem ez lesz a fő foglalatosságod. Igen, orvos szeretnék lenni. Az iskola történetének egyik mérföldköve, hogy a Zrínyi Ilona Gimnázium 2000-ben csatlakozott az Arany János tehetséggondozó programhoz, amely a minőségi oktatás mellett gazdagító évfolyamokat, nyelvvizsga lehetőséget, ECDL vizsgát, jogosítványt, külföldi utakat, tartalmas hétvégéket kínál. Ötödik helyen végzett a Krúdi Gyula Gimnázium a középiskolák rangsorában már, ami az eredményességet illeti. Híreink következnek. Komplex intézmény ellenőrzés, helyszíni vizsgálatok és a szülők bevonása a döntési folyamatokba. Ezek szerepelnek az Oktatási Minisztérium elképzelései között. A katolikus intézményekben már sikerrel alkalmazzák a komplex ellenőrzési rendszert, amely értelmében az oktatási hivatal koordinálja és felügyeli majd az intézményeket szakértők segítségével. Az ellenőrzéseket helyszíni vizsgálatok keretében végzik majd, valamint folyamatosan tartanak a gyerekek körében szintfelmérést. A cél, hogy kiszűrjék a szakmai hibákat és segítsék az óvodák működését. Ötödik helyen végzett a nyíregyházi Krúdi Gyula Gimnázium azon az országos listán, amelyet a magyar középiskolák eredményességi mutatói szerint állítottak össze. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye két helyet is elhozott a legjobbak sorából, a szintén nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium a 9. legeredményesebb középiskolának mondhatja magát. A lista elkészítésekor egyébként az országos középiskolai tanulmányi versenyeket, a nyelvvizsgával rendelkező diákok számát, valamint a középszintű érettségiken elért pontszámokat veszik figyelembe. Szegregált osztályok, falusi kisiskolák, összevont évfolyamok, csökkentett tankötelezettség, szigorú bérettségi követelmények, kötelező társadalmi tevékenység. Ezek is szerepelnek az új közoktatási törvény koncepciójában. A tervezet szerint emellett 2013-tól 6 tantárgyból kell majd érettségi vizsgát tenni. A koncepciót évvégéig véleményezik. Tavasszal kerül a parlament elé a végleges szöveg, így várhatóan a 2011-2012-es tanévre már hatályba is lép a törvény. A negyedik alkalommal rendezzük meg az ACE, Advanced Conversations in English című versenyt, ami azt jelenti, hogy haladó beszélgetések angol nyelven a város legjobb diákjainak természetesen. Közel 30-an jelentkeztek be a versenyre, remélhetőleg el is jönnek. Idén az angol uralkodókhoz kapcsolódik a verseny, tehát az első részben egy angol királyt vagy királynőt kell bemutatniuk a versenyzőknek, a második részben pedig anyanyelvű beszélők tesznek fel kérdéseket Magyarországgal és a magyar kultúrával kapcsolatosan. Egyre sikeresebb a diákok körében, bár díjazás ügyében nem tudunk sok mindent tenni, szerény könyvjutalmakat tudunk kiosztani az első 10 helyezetnek. A zsűriben természetesen Vásárhelyi András vesz részt, aki az Angol-Magyar Baráti Társaság elnöke jelenleg, Ajtai Horváth Magdolna, a nyíregyházi tanárképző főiskoláról és egy anyanyelvű beszélő Jeff Hartkassra. Hanyadszor veszel részt ezen a versenyen, és miért? És ez a második alkalom, és azért, mert hát alapvetően jellemző rám a versenyszellem, és nagyon fontosnak tartom az angol nyelvnek a tanulását, és ez is egy nagyon jó alkalom arra, hogy a beszédkészségünket egyrészt fejlesszük, másrészt megmutassuk mégis azt, hogy mit tudunk. És a tavalyi versenyről milyen emlékeid vannak? Úgy vélem, hogy akkor nem voltam elég felkészült, vagy nem tudtam elég információt a versennyel kapcsolatban, de alapvetően nagyon élveztem, jó volt meghallgatni másokat is. Másrészt meg egyébként is olyan típus vagyok, aki szeret szerepelni, beszélni, úgyhogy alapvetően jól éreztem magam. Hanyadikos vagy, és milyen céljaid vannak az angol nyelvvel a későbbiekben?
Most fogok végezni, 12-es vagyok, és hát úgy gondolom, hogy ez már nem is kérdés, hogy milyen céljaim vannak, hiszen egyértelmű manapság, hogy az ember angol nyelvet tanul, és nyilvánvalóan esetleg külföldi tanulmányok, vagy külföldön való elhelyezkedés, tehát nyilvánvalóan akkor van értelme nyelvet tanulni, hogyha az ember használja is, és elképzelhető, hogy ilyesmi bekövetkezik. Milyen apropóból jelenik meg most a Két város vonzásában című kiadvány? Ez a kiadvány két testvérváros közötti kapcsolat 15. évfordulójára jelent meg. Az 5. évfordulóra adtunk ki egy kis gyűjteményt azokból az emlékekből, amik 5 év alatt összegyűltek. Utána a 10. évforduló valahogy pénzhiány egyebek miatt valahogy kicsit szimplábra sikerült, de szerencsére most sikerült egy kis támogatást is kapnunk, és úgy döntöttünk, hogy megint összegyűjtjük azokat az emlékeket, amelyek a két város közötti kapcsolatot reprezentálják. Mennyire gyümölcsöző ez a testvérkapcsolat a városok között? Alapvetően itt a magyar részről a nyelvtanulás volt a cél, szóval ezt nem titkolhatjuk, hogy az angol nyelvtanulás ez mindig nagyon fontos volt. Utána lényeges szempont volt az, hogy különféle kulturális sportkapcsolatokat próbáljunk kiépíteni, azon kívül intézmények közötti kapcsolatokat. Meg kell, hogy mondjam, hogy sok kezdeményezésünk volt nagyon, de a távolság és az angoloknak egy kicsikét jobban erősebb visszafogottsága elég sok mindenben akadálynak tűnik, de a civil társadalom azért fogékonyabb erre, és elég gyakran vannak kölcsönös látogatások, és baráti kapcsolatok alakultak ki családok között, fiatalok között. Szeretnénk továbbfejleszteni a kapcsolatokat, és állandóan azon dolgozunk nagy lelkesedés, mind a két oldalon, a kinti baráti társaság és itt a nyíregyházi baráti társaság is, hogy intézmények között, esetleg gazdasági vonalon is találjunk partnereket. De hát sajnos a recesszió Angliában is nagyon érezteti a hatását, és nagyon-nagyon nehéz olyan partnerekre találni, akik érdeklődnének itt most pillanatnyilag a kelet-európai vagy közép-európai ország iránt. Mint minden más intézményben, a nyíregyházi főiskolán is feszített gazdálkodást, valamint óvatos működtetési és beruházási stratégiát eredményezett a gazdasági válság. A 2010-es évet ennek ellenére jónak értékeli az intézmény vezetője, Jánosi Zoltán. A rektor szerint az a legfontosabb eredmény idén, hogy nem voltak elbocsátások. Én úgy gondolom, hogy az óriási teljesítmény egy olyan gazdasági erővel rendelkező országban és megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Magyarország. Miközben tucatszámra, sőt százszámra tették az utcára a dolgozókat, a nyíregyházi főiskolán nem voltak elbocsátások. Köszönhető ez a jó gazdálkodásunknak és a hallgatói létszámunk biztosításának. A gazdálkodásunkról csak azt szeretném elmondani, hogy 2010-ben az előző év gazdasági teljesítményét a minisztérium által küldött okirat példaértékűnek értékelte. Vagyis biztosítjuk a béreket, biztosítjuk a fejlesztéseket is. Azután nagyon örülök annak, hogy 3 új mesterszakot sikerült akkreditáltatni 2010-ben, ezzel 16-ra emelkedett a főiskola mesterszakjainak a száma, és még 2-t be is nyújtottunk ebben az évben, amelyekről majd a jövő évben fognak dönteni. Ezek is hozzájárulnak tudnélik a hallgatói létszámnak az emeléséhez. Vagy pedig legalább a szinten tartásához, hiszen a demográfiai mutatók azok lefelé mennek. Ezzel kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy a hallgatói eredményeinkre is büszke vagyok, hiszen 2010-ben ismét volt, van egy új világbajnokunk, Erdősi Roland, illetve a Maket híd építő csapat, akik a kanadai világbajnokságon nyertek 2010-ben világbajnokságot. Készült 3 évvel ezelőtt egy 3 éves fenntartói megállapodás, amelyet még az előző kormányzattal írtunk alá. Ennek az értékelését már az új kulturális, illetve felsőoktatási vezetés adta. A nyíregyházi főiskola minden vállalt mutatóját teljesítette, és ebben is hasonló értékeléseket olvashatunk, mint a gazdasági eredményeinkben, vagyis
ilyen mondatot találunk benne, hogy ha minden intézmény ilyen felelősséggel vigyázna az állam vagyonára, akkor talán nem is lenne szükség 3 éves fenntartói szerződéseknek a létrehozatalára. A hallgatóinkról még a 2010-es évben, a 2009-10-es tanévben a főiskola megfordította azt a lefelé mozgó tendenciát, amit a beiskolázás jelentett, és a demográfiai nehézségek ellenére is ez fölfelé mozdult el. Jelenleg körülbelül 8000 hallgatónk van, a főiskola ennyi főre van építve, ennyi az, amelyet el tud látni megbízhatóan jó infrastrukturális körülmények között. Amit viszont nagyon kívánnék a hallgatóságunknak, az itt élő családoknak és a gazdaságnak 2011-re. Egyre több a nagyon nehéz körülmények között élő főiskolás. Látom azt, hogy próbálnak az étkezésükön spórolni. Hogyan iratkoznak ki sokan a kollégiumból, mert azt sem bírják már fizetni, inkább vidékről járnak be. Úgy gondolom, hogy a vidékfejlesztésnek ez a pontja, Szabolcs-Szatmár és Borsod-Abaúj, a két rossz helyzetben lévő megye segítése nagyon-nagyon fontos volna a kormányzat részéről. Látunk ebben jeleket a mostani felsőoktatási törvényben. Benne van ilyen mondat a koncepcióban, hogy a vidéki felsőoktatási intézmények a helyi gazdaságnak, a kultúrának is központjai. Nyilvánvaló ebből az következik, hogy segítségre is szorulnak ott, ahol a gazdasági helyzet nagyon rossz. Remélem, ezt az új felsőoktatási kormányzat felismeri, és nem csak felismeri, hanem tenni is tud majd érte. Másrészt folyamatosan azt mondják, hogy a vidéki főiskoláknak, egyetemeknek esetleg több forrás, több muníció juthat a következő években. Erre szükség van-e? Nem az intézménynek van szüksége elsősorban, hanem a beiskolázási körzetnek van szüksége, mert ha annak van gazdasági felhajtó ereje, akkor a felsőoktatási intézménynek is van. Nagyon nehéz a hallgatókat nyelvtanulásra biztatni, amelynek egy része költséges, mert annyi órát nem tudunk biztosítani ingyen. Nagyon nehéz különböző külön munkákat, tudományos diákköri munkákat várni, amikor a megélhetés is gond van már a háttérben lévő családokban. Nagyon fontos, hogy erre odafigyeljen az új kormányzat. Másrészt pedig az folyamatosan lényeges, hogy milyen szakmai kínálattal áll elő a Nyíregyházi Főiskola, milyen szakokat, milyen képzéseket indít. Itt most a mesterképzésről szó esett. Mit lehet látni, mi iránt nagyobb az igény vagy az érdeklődés, és hogyan fogja alakítani úgy a következő években a kínálatát a Nyíregyházi Főiskola, hogy mind az igényeknek, mind pedig a munkaerőpiacnak is megfeleljen? A munkaerőpiacnak csak akkor tud megfelelni, ha létezik munkaerőpiac. Szabolcs-Szatmár, Bereg megyében, Borsod megyében milyen számottevőbb vagy lényegesebb munkaerőpiac létezik. Ugyanakkor az Európai Unióban is élünk, ezt is tudjuk. Így tehát nagyon fontos mondjuk az informatikus képzés nálunk. Egyébként az informatikus könyvtáros képzésünk országosan az elsők helyett van a minőséget tekintve, és még azt hadd tegyem hozzá, hogy a Nyíregyházi Főiskola oktatói minősítettsége most a HVG-nek, a heti világgazdaságnak az egyik felmérése alapján a főiskolák között Magyarországon az első, és 9 egyetemet is megelőz. Ebben az akadémiai doktorok nincsenek benne, ha tudományos minősítéssel rendelkezők, PhD-val vagy kandidátusi fokozattal rendelkezők vannak benne. Tehát visszatérve az alapkérdésre, követnék mi a munkaerőpiac igényeit, de a munkaerőpiac nem tudja megmondani az igényeit. Megpróbáltunk segíteni ezen, összehívtuk a megye vállalkozásai cégeit 2009 elején, hogy határozzunk meg közös cselekvési pontokat, ezt folytatjuk tovább a következő évben is, de a helyi vállalkozásoknak sincs már anyagi ereje, számottevő vagy erősebb anyagi ereje. Akiket képzünk, képezzük Magyarországnak, képezzük az Uniónak. Mindenképpen érdemes tanulni, mert a felsőfokú végzettségűek között a legkisebb a munkanélküliség. Ahogy megyünk lefelé a skálán, úgy egyre nagyobb. 2011 a hallgatók éve a Nyíregyházi Főiskolán. A ma már ötkarú intézmény a Bologna rendszer értelmében a 35 alapszak mellett felsőfokú szakképzéseket és 16 mesterszakot indít jövő szeptemberben.
Ez volt a Sulijáró 2010-ben utoljára, legközelebb már az új évben várunk titeket, tartsatok akkor is velünk. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmeteket, számítunk rátok jövőre is. Ha ötletetek van arról, hogy mi kerüljön még a műsorba, bátran írjatok nekünk, szerkesztőségünk címe Kölcsei Televízió, 4400 Nyíregyháza, Kálmán utca 1 szám, várjuk leveleiteket. A téli szünetre jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánok, boldog karácsonyt, sziasztok!